Újabb érdekes részletek derültek ki Neymar al Hilához való igazolásáról. Az FC Barcelona napokon belül ajánlatot tesz Joao Cancelóért. A szerb válogatott egykori a veti át a Ferencváros irányítását. Spanyolországban egy Ansu Fati, Joao Félix játékos cseréről cikkeznek. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Az internacionál a minap megegyezett az Unión Berlinnel Robin Gossens eladásáról német baloldali szárnyvédőt pedig a Monza brazil játékosával, Carlos Augustoval pótolják a milánóiak. A 29 éves 16-szoros német válogatott Gossens a hírek szerint 15 millió euróért igazol a Schäfer Andrást és a volt Ferencvárosi Aysa is foglalkoztató klubhoz, amelyhez 2027 nyaráig ír alá. Ami pedig a helyre érkező Carlos Augustot illeti, a 24 éves dél-amerikai védő egy évre kölcsönbe érkezik az Interhez, amely ezért 4,5 millió eurót fizet a Monza Jövő nyáron pedig lehetősége lesz őt végleg megvennie 7,5 millió euróért. Ugyanakkor ehhez a 12 millió euróhoz bónuszok formájában további 4 millió euró is hozzáadódhat a jövőben. Carlos Augusto pedig állítólag tegnap már alá is írta a 2028 nyaráig szóló szerződését a milánoi csapattal, ahol a fizetése évente 2,2 millió euró lesz. Ugyancsak az Interrel kapcsolatos hír, hogy olasz sajtóhírek szerint 13 év után visszatér a klubhoz a 34 éves osztrák középcsatár Marco Arnautovic, akinek a megvételéről tegnap állapodtak meg a milánóiak a játékos jelenlegi egyesületével a Bolonyával. A Lombard Egyesület 8 millió eurós fix átigazolási díjért és 2 millió euró bónuszért szerződteti korábbi támadóját, aki ezt megelőzően a 2009-2010-es idényben szerepelt az Interben, még a holland Twente játékosaként, így ő is részes volt a történelmi triplázásnak, hiszen az volt az az idény, amikor José Mourinho irányításával a bajnokságot, a bajnokok ligáját és az olasz kupát is megnyerte a kék-fekete mezes együttes. Arnautovics most a hírek szerint két évre szóló szerződést fog aláírni az internél, évi két millió eurós fizetésért. Leandro Paredes és Renato Sánchez személyében két középpályás leigazolásáról is megegyezett a Paris saint germain az AS Róma. Előbbi játékosért, aki jól ismeri a klubot, hiszen korábban, még 2010 és 2017 között már megfordult a farkasoknál. A bónuszokkal együtt nagyjából 4,5 millió eurót kap a Francia Egyesület, amely ezen felül állítólag a jövőbeli aladásából származó bevétel 30%-át is megkapja majd az olaszoktól, akik egyéves hosszabbítási opciót is tartalmazó. 2025 nyaráig szóló szerződést kötnek a 29 éves argentin világbajnok labdarúgóval. Utóbbi játékos vagyis Sánchez pedig 1 millió euróért egy évre kölcsönbe érkezik José Mourinho csapatához amely 15 millió eurós vételi opciót is kap rá, amely azonban bizonyos feltételek teljesülése esetén kötelező érvényűvé válik, és amennyiben ez bekövetkezik, akkor a 25 éves Európa-bajnok portugál játékos 4 éves szerződést fog aláírni a rómaiakkal. Nem véletlen, hogy egyszerre két középpályást is igazol a Róma. Nem anyja ugyanis mindössze egy évvel az érkezése után tegnap elhagyta a klubot, és a Stadrenhez szerződött. A francia egyesület a hivatalos oldalán jelentette be a korábban a Manchester Unitedben is megfordult szerb focista érkezését, aki a hírek szerint 3 millió euróért váltott klubot, és 2025 nyaráig szóló szerződést kötött a Breton alakulattal, opcióval még egy idényre. A Chelsea tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy leigazolta a Brighton and Hovel Biontól Moises akinek a megszerzéséért az elmúlt napokban a Liverpool-lal vívott ádáz és meglehetősen emlékezetes küzdelmet a londoni klub, amely a hírek szerint brit átigazolási rekordnak megfelelő 133 millió euró körüli összeget fizet majd a 21 éves ekvádori középpályásért, aki 2031-ig szóló szerződést írt alá új csapatával, opcióval még egy idényre. Ráadásul úgy tűnik, hogy a Kajszédó megszerzéséért folytatott verseny után a Romeo Lavia igazolására irányuló küzdelemben is legyőzte a Liverpoolt a Chelsea. Tegnap ugyanis a megbízhatónak számító Dietletik arról számolt be, hogy a másodosztály Southampton 19 éves középpályása is a londoni klubot választotta, amely állítólag 55 millió euróért plusz bónuszokért szerezheti meg az egyszeres belga válogatott játékost, aki tavaly nyáron a Manchester City-től igazolt a Szentekhez 12,3 millió euró ellenében. Fabrizio Romano értesülései szerint a Galatasaray elfogadta az Aston Villa ajánlatát Nicolo Zanioloért, így az olasz válogatott támadó középpályás napokon belül az angol klubhoz igazol, amely 5 millió euróért egy évre kölcsönbe szerzi meg a 24 éves játékost. A Birminghamiek állítólag 25 millió eurós vételi opciót is kapnak Zaniolóra, ami azonban bizonyos feltételek teljesülése esetén kötelező érvényűvé válik, ebben az esetben pedig a futbalist egy 2027 nyaráig szóló és évi 3,5 millió millió eurós fizetést garantáló szerződés kötne az angolokkal, akik a nemrégiben súlyos tértsérülés szenvedett Emiliano Buendia pótlására szerződtetik őt. A Riyad Márezt, Roger Ibányezt, Alan San Maximant, Eduard Mendit, Frank Essiet és Roberto Firminót is a soraiban tudó El Akhli tegnap megegyezett az Atalantával Merih Demirál vételáráról. Ez szerint a Saudi Klub 20 millió eurót fizet majd a 25 éves, 39-szeres török válogatott közép aki 2026 nyaráig írhat alá, évi nettó 10 millió eurós fizetésért. Az átigazolási díj 10%-a ugyanakkor Demirál korábbi klubját a Juventus illeti majd meg. Az Atalanta pedig a hírek szerint a Hellász Verona 24 éves svéd játékosát Iszák Hihent fogja szerződtetni a helyére nagyjából 10 millió euróért. Egybehangzó sajtóhírek szerint a Napoli nagyon közel áll a teljes megegyezéshez Viktor Osimhennel a játékos 2025 nyaráig szóló szerződésének további egy évvel történő meghosszabbításáról, ami jelentős fizetésemeléssel járhat a nigériai csatár számára. Mert hogy a sériá előző idényében gol címet nyert 24 éves támadó az új kontraktusa értelmében, a jelenlegi évi bruttó 5,5 millió eurós fizetése helyett a jövőben állítólag évi bruttó 10 millió eurót fog keresni Nápolyban ami egyébként klubrekordnak számít, hiszen ilyen magas összeget korábban egyetlen játékos sem tehetett zsebre a Dél-Olasz Egyesületnél. Továbbá a hírek szerint egy 150 millió eurós kivásárlási záradék is rögzítésre kerül majd Oszimhen új megállapodásába, ami jövő nyáron aktiválódik és csak külföldi csapatokra lesz érvényes. A Manchester United egy meglehetősen nyögvenyelős mérkőzésen Rafael Varán 76. percben szerzett góljával egy nullás ás győzelmet aratott hazai pályán a Wolverhampton ellen a Premier League első fordulójának záró meccsén, amelyen egyébként a a játék képe alapján nem érdemelt vereséget. Győzelemmel kezdte az új dényt az Atletico Madrid is, amely tegnap este Álvaro Morátá, Memphis Depay és Marcos Llorente találataival verte odahaza 3-1-re a Granada együttesét. A hétfői nap másik meccsén pedig a Cádiz 1-0-ás sikert aratott hazai pályán a Deportivo Alaves ellen. Látogass el partner oldalunkra a büntetőcom ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeret terjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Szebb lapértesülések szerint a Ferencváros felvette a kapcsolatot a jelenleg klub nélküli szakemberrel Dejan Stankovic- -sal. Az FTC még Stanislav Csercseszovval kezdte el az új idényt, de a bajnokok ligája selejtezőjében a ferőeri ki elleni kínos kiesés után az orosz edzőt azonnali hatállal menesztették. A helyére egyik asszisztense Máté Csaba ült le, aki első négy tétmérkőzését megnyerte a csapattal, de a legutóbbi Puskás Akadémia elleni hazai bajnoki elveszítette, amiután ismét felerősödtek a hangok azzal kapcsolatban, hogy az Egyesület szeretne egy rutinosabb szakembert szerződtetni a kispadra. A szerb sajtó szerint Dejan Stankovic jelenteti a megoldást, és egyes lapok szerint a tárgyalások annyira előre haladott állapotban vannak, hogy hamarosan be is jelenthetik a megállapodást. A pályafutása legnagyobb sikereit az internacionáléban elérő egykori világklasszis középpályás Olaszországban fejezte be játékos pályafutását, és edzői karrierjét is ott kezdte, mégpedig Andreas Tramaccioni segítőjeként az Udinézénél. Egy idény erejéig dolgozott az internacionálénál is, ahol egyfajta játékos koordinátor volt, összekötő a keret és a szakmai stáb között, majd állt az UEFA alkalmazásában is. 2019. decemberében aztán a belgrádi Cröven nevezte ki először vezetőedzőnek, és már abban az idényben is bajnokságot nyert, majd a következő szezonban csapata vereség nélkül védte meg címét, miközben az Európa Ligában is továbbított csoportjából, az egyenes kieséses szakaszban pedig csak kevesebb idegenben szerzett góllal búcsúzott az ellen. Stankovic a 2021-22-es szerb bajnokságot is megnyerte az Vezdával, de miután a bajnokok ligája selejtezőjében elbukott a Makkabi Haifa ellen, 2022. augusztusában lemondott. Nem sokáig volt azonban munkanélkül, tavaly októberben a szériában a kiesés ellen küzdő Sampdoria alkalmazta, ám nem tudta megmenteni a Genovai gárdát, és az idény végeztével távozott az olasz klubtól. Fabrizio Romano szerint az FC Barcelona hamarosan megteszi ajánlatát a Manchester City-nek Joao Cancelo megszerzése érdekében. A La Liga első fordulójában a katalán sztárcsapat gól nélküli döntetlent ért el a Hetafe otthonában, és a találkozón a Barca vérbeli jobb hátvéd nélkül állt fel, akár csak az előző idény nagy részében. Ezúttal nem Jules Koundé, hanem Ronald Araújo játszott a védelem jobb oldalán, ami nem túl ideális megoldás. Nem csoda, hogy Xavi egész nyáron egy jobb hátvédet szeretett volna igazolni. Kiszemeltekben nem volt hiány, felmerült például például a Real Valladolid fiatal tehetsége Iván Fresnara, illetve a Villarreal argentin világbajnoka Juan Foyt, Eddig azonban senki nem érkezett erre a posztra, részben a Barcelona anyagi problémái miatt. Most azonban Uzmán Dembele eladásával komoly összeg kerülhet a klubkasszába, és ez alig nem lehetővé teszi, hogy végre érkezzen valaki a védelem jobb oldalára. Xavi pedig a hírek szerint legszívesebben Joao Cancelót látná a csapatában. Ez persze teljesen értető, hiszen a portugál játékos egyértelműen klasszisnak számít, ráadásul több poszton is bevethető. Karrierje során játszott már bal hátvédet, sőt a Manchester City-ben Pep Guardiola irányítása alatt középső közé is. Két évvel ezelőtt még kulcsfigurának számított a Manchesteri csapatban, azonban a tavalyi világbajnokságot követően kikerült a kezdő 11-ből, amit meglehetősen rosszul viselt. Állítólag össze is különbözött Gárdiolával, aki innentől kezdve végképp nem számított rá. Januárban kölcsön is adták a Bayern Münchennek, ahol nem futballozott ugyan rosszul, de a bajorok nem akarták kifizetni a vételi opcióban szereplő 70 millió eurót. Cancelo így a nyáron visszatért Manchesterbe, de nyilvánvaló volt, hogy Gárdiola nem számol vele. A felkészülési mérkőzések egy részén Ugyan pályára küldte, de a szezon eddigi két tétmeccsén még a keretben sem volt. A védő sok más portugál futbalistához hasonlóan a Zseszti Menedzser irodához tartozik, vagyis Zsorzsi Mendes intézi az ügyeit, akinek jó a viszonya az FC Barcelona vezérkarával, így aztán a katalánok érdeklődése nyitott fülekre talált, és Cancelo szívesen igazolna Katalóniába. Olyan hogy állítólag még a fizetési igényeiből is hajlandó engedni, amire szükség is lehet, evigre jelenleg évi bruttó 15 millió eurót keres, aminél Barcelonában csak Frenkie de Jong, Robert Lewandowski és Ilkány Gündoan kap többet. Más kérdés, és hogy Joan Laporta egyelőre nem is akarja őt végleg megvenni, hanem Fabrizio Romano szerint csak kikölcsönözné vételi opcióval a jövő nyárra, aminek az összeg állítólag 35 millió euró körül lehet. Mindez váratóan nem fog tetszeni a Manchester City-nek, amely szeretne végleg megszabadulni Cancelótól, de ha senki sem tesz ajánlatot érte, akkor alig nem kénytelenek lesznek belemenni egy ilyesféle konstrukcióba. Minden esetre a spanyol lapok szerint a Barcelona már ezen a héten nyélbe szeretné ütni az üzletet, és a katalán klubnál állítólag optimisták azzal kapcsolatban, hogy az erre irányuló törekvéseiket siker fogja koronázni. Egy katalán újságíró szerint az FC Barcelona azt tervezi, hogy Ansu Fati ajánlja fel az Atletico Madridnak Joao Félixért cserébe. Azonban a legtöbb spanyol sajtótermék megegyezik abban, hogy ennek a megvalósulása gyakorlatilag esétele. A még mindig csak 23 éves portugál támadó sorsa egyike a nagy kérdőjeleknek a nyári átigazolási időszakban. A madridiak még 2019 nyarán 127 millió eurót fizettek Joao Félixért a Benfikának, amivel mind a mai napig ő számít az Atletico történetének legdrágább játékosának, de most arra biztosan elmondható, hogy ezzel a transferrel sem a játékos, sem pedig a spanyol klub nem járt jól. A pályán szabadságot igénylő kreatív támadó sehogyan sem tudott beilleszkedni Diego Simeone játékrendszerébe, és ugyan voltak egészen kiemelkedő periódusai is a csapatnál, bajnoki címet is nyert az Atletikóval, de az előző szezonra már teljesen elmérgesedett a viszony közte és a szakvezető között. Ráadásul Antoine Griezmann visszatérésével már nem is nagyon volt rá szükség. Januárban kölcsönadták őt a Chelsea-nek, csak ezért a fél éves transferért 11 millió eurót fizetett, és Félix nem nyújtott annyira kiemelkedő teljesítményt a Premier League-ben, hogy a londoniak végleg meg akarják őt venni. Vissza kellett tehát térni a Madridba, elvégre szerződés egészen 2027-ig odaköti, de a helyzete nem javult, olyannyira, hogy egyetlen felkészülési mérkőzésen sem vetették őt be. Persze Joao Félix sem javított a szituáción azzal, hogy egy interjúban kijelentette, mindig is arról álmodott, hogy az FC Barcelonában futballozhasson. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a tegnapi Granada elleni hazai bajnok előtt, amikor a speaker beolvasta nevét, a madridi csapat szurkolói hangos fügykoncertben törtek ki. Az Atletico azonban hiába szeretne megszabadulni tőle, a támadó várható vételára és fizetése szinte minden érdeklődőt elriasztott, és bár Szaudarábiából persze bejelentkeztek érte, Félix nem szeretne a közel-keletre igazolni. A Barcelona vezetősége többször is utalt arra, hogy szívesen szerződtetni a Portugált, arról viszont nem nagyon beszéltek, hogy ezt miként szeretnék végrehajtani, ha közben a már meglévő játékosaikat is alig tudják regisztrálni a ligánál. Erre talált megoldást a Koppenevű rádióadónál dolgozó újságíró Elena Kondis. Edo, aki minap azt állította, hogy a Barcelona vezetősége úgy vágná el ezt a Gordiusi csomót, hogy csereüzletet ajánlana az Atletikónak, és Félixért Ansu Fatit adná. Ez már első hallásra is több sebből vérző koncepciónak tűnt, ugyan Fati nem számít alapembernek, de Csávi számol vele, és a hírek szerint maga a focista sem akar távozni az Atletikónak pedig nagyjából semmilyen szüksége nem lenne rá, ráadásul a matratosok pénzt szeretnének kapni a portugálért. A barcelonai sport pedig az előbb említett érvek mellett még azt is felsorolta az ügylet létrejötte ellenében, hogy Csávi sem tart igényt Joao Félixre, illetve maximum akkor lenne hajlandó belemenni egy ilyen transferbe, ha a klub előbb igazol egy jobb hátvédet, illetve egy támadó középpályást. Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Neymar tegnap este Párizsban az orvosi vizsgálatok elvégzése után aláírta a szerződését az Alhilállal, amely a legtöbb forrás szerint egy 80 és 90 millió euró közötti összeget fizet majd érte a Paris saint de a végleges vételára különböző, könnyen elérhető bónuszoknak köszönhetően akár a 120 millió eurót is elérheti a jövőben. Ezzel egyébként a brazil sztár lesz a francia élvonal történetének, valaha volt legtöbb pénzért eladott játékosa. A támadó pedig a hírek szerint két évre, vagyis 2025 nyaráig szóló szerződést írt alá a Saudi klubbal. Ezen időszak alatt pedig a futmerkátó értesülései szerint a két más jogokból származó bevételeket is beleszámítva nagyjából egy 300 és 400 millió euró közötti összegüti majd a markát fizetésgyanánt. Ez azonban még nem minden, mert hogy az al kötött megállapodás értelmében állítólag a csapat mind minden egyes győzelme is nem kevesebb, mint 80 ezer eurót hoz majd a dél-amerikai világsztár konyhájára. Továbbá 500 ezer eurót kap majd minden olyan a közösségi felületeink közzétett posztért, amelyekben népszerűsíti Szaudarábiát. Ezen felül pedig a klub egy magánrepülőt és egy hatalmas, külön személyzettel rendelkező villát is Neymar rendelkezésére bocsát majd, és állítólag engedélyezni fogják számára, hogy ott együtt élhesse jelenlegi barátnőjével, Bruna Biancardival, annak ellenére, hogy a Arábiában érvény törvények szerint alap tilos együtt élnie olyan pároknak, akik nem házasodtak össze. A jelek szerint egyébként Kylian mbappé is köze lehet ahhoz, hogy Neymárnak távoznia kell a PSG-től. Tegnap ugyanis az Instagramon egy Fikei Putomezmo nevű felhasználó közzétett egy posztot, amiben egy érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet. Mbappé a plegykák szerint a tavalyi szerződés hosszabbításakor közölte a PSG vezetőivel, hogy csak akkor ír alá új megállapodást, ha túladnak Neymáron. És mit a Isten, Mbappé gyakorlatilag pont azon a napon rendezte a a PSG-vel, amikor az elatta az állhilálnak áll szövegében, amit aztán sokat mondó maga nemár is belájkolt. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.